gratulálok, sokáig nagyon kemény, nagyon szoros volt, de gondolom erre is számítatottak azután, hogy az Óvár legyőzte a Győrt nemrég. Igen, mindenféleképpen egy szoros mérkőzésre számítottunk, és videón is azt néztük, amit ugye a Győr ellen játszottak. Egy jó mérkőzést játszottunk, és az is köszönhető ennek az eredménye, hogy összeszedtük magunkat, és fel tudtunk állni a szombati mérkőzés után. Igen, kicsit azt érezte az ember a szünetben, mintha beragadtatok volna az öltözőben, aztán jött Kluiber Katrin, dobott kettőt, és onnantól átbillent kicsit a dolog, nem? Szerintem csapatilag szedtük össze, hiszen az első fél időben Leki parádézott nagyon, és nagyon jól megtalálta a helyeket. A második fél idő egy kicsit ilyen, az hosszabb játék volt, és majdnem 100%-hoz ígyszerig mentünk. Igen, említette te is a meccet. Mennyire kellett azután tényleg ez a siker, mennyire voltatok mélyponton, mennyire volt nehéz visszajönni? Hát eléggé mélyponton voltunk, de azért profi játékosok vannak itt, és segítettük egymást, hogy abból felálljunk. Hiszen nagyon az elején vagyunk, és megbeszéltük, hogy persze egy csúnya vereség volt, de nagyon remélem, hogy így, hogy most felálltunk, és szerintem egy kis magabiztosságot is szereztünk most itt a mai meccsen, úgyhogy ezt visszük tovább, és most már nem lesz olyan mérkőzés, mint szombaton. Nagyon korán van még, de tényleg mit jelent ez a győzelem abból a szempontból, a bajnokság szempontjából, hogy azt a Moson-Magyaróvár győztétek le, amelyiktől ugye a nagy rivális Győr kikapott? Természetesen ez egy nagyon jó pont nekünk, hogy azért otthon egy jó mérkőzést játszottak és nyertek, viszont mi ma itthon tudtunk nyerni. De tényleg nagyon az elején vagyunk, ez egy talán egy lendületet adhat nekünk, hogy ez az eredmény egyelőre, de tényleg nagyon az elején vagyunk. Én nagyon remélem, hogy ennél mi is akárcsak jobb lehetünk. Mennyire kell ez a lendület a szeptemberre, hiszen itt főleg a Bajnokok Ligájában azért nagyon kemény menetelés vár rátok. Elég kemény, és egy egyszerű mérkőzésünk nem lesz, úgyhogy muszáj vagyunk minden mérkőzésen komolyan felkészülni és edzésen is úgy hajtani, hogy a meccs az ki tudjuk vinni. Arról még egy kicsit tudnál-e mesélni, hogy itt az új edző érkezésével mennyi minden változott, mennyire nehéz egyáltalán belerázódni az új játékstílusban mindenbe, tehát hogy érzitek ilyen szempontból most magatokat? Én úgy gondolom, hogy azért még van így, mit összeszoknunk az edzővel, és amit ő így próbál nekünk újat mondani, az mi így gyakorolni edzésen, hogy azt a pályára is ki tudjuk vinni. Biztos vannak dolgok, amit még csiszolni kell, mert azért több új dolog van, amit így be kell memorizálnunk, úgyhogy, de hát ez is idő kérdése, és rendben lesz.